Németországban lassan halad az oltás, ott csak az embereknek csak alig több mint 9%-a kapta még meg mindkét vakcinát, míg ugye Magyarországon már 26%-uk. A Münchenben élő világhírű zenész, a 68 éves Leslie Mandoki is még vár az oltásra. A Hír TV-nek a kint dolgozó magyarok azt mondták, hogy hazajönnek beoltatni magukat, sőt, hogy Németországban tanuló magyar középiskolások is élnek ezzel a lehetőséggel. Münchenből Zöldhegyi Katalin tudósít most. A világhírű Leslie Mandoki München közelében lévő stúdiójában a Hír TV kérésére dobon játszik. A koronavírus járvány alatt az általa csak nem 30 éve alapított formációval a világhírű zenészekből álló Mandoki Soulmates-szel online koncerteket tart. Ezekbe mind az öt földrészen bekapcsolódnak a rajongók. Aranylemezek, elismerések, dedikált gitárok és a világsztárokkal való közös fellépések képei borítják a stúdió falait. Leslie Mandoki olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Lionel Richie vagy Phil Collins. Disney filmeknek volt zeneszerzője, de Angela Merkel kampányának és a Bayern Münchennek is volt például zenei igazgatója. Leslie Mandoki szerint az európai intézményeket felelősség terheli a lassú vakcina szállításokért. Brüsszel ezt nem abba a formába és nem abba a tartalomba és nem azzal a felelősséggel tette meg az európai közösség számára, amire mondjuk egy BMW, egy Mercedes, egy Volkswagen, egy Siemens, egy Bosch-nak a bevásárló elnöki tanács tagja ezt tette volna. Tehát azért ez egy szakma, mint az enyém is, mint a tiéd is, ez egyszerűen egy szakma, hogyha éppen ezért ez egy tragikus dolog, mert emberek haltak meg, akik szeretteink, akik élhetnének. Leslie Mandoki a Hír TV-nek azt mondta, hogy a koronavírus elleni oltásra hónapok óta vár. 68 évesen azonban még értesítést sem kapott. Én még nem vagyok soron a prioritásban, úgyhogy én még nem, és feleségem orvosnő a saját rendelővel, tehát van belelátásom, hogy is alakulnak a dolgok, úgyhogy nagyon örültünk, amikor április közepén kapott 10 AstraZeneca-t, ugye, de hát az volt az első. Tehát lassú. Hasonlóan hónapok óta várnak oltásra más Münchenben élő magyarok is. Haukis Andrián azt mondta a Hír TV-nek, hogy egész családja regisztrált ugyanaz oltásra Németországban, de csak ősszel kerülnének sorra. Mindenképpen lassabban megy, értelemszerűen kevesebb fajta vakcina van a piacon. Például múltkor a háziorvosunk mesélte, hogy jó, hogyha ő egy héten 10 darab oltóanyagot kap. Úgyhogy most ők is próbálnak belehúzni, de értelemszerű ez annak a függvénye, hogy mennyi oltóanyag áll rendelkezésükre. A magyarországihoz képest jóval lassabb oltások miatt, és élve a külföldön élő magyaroknak felkínált lehetőséggel, az egész család hazautazik az oltásért. A férj már meg is kapta az első oltást, a család 16 és 18 éves lányai pedig a jövő héten veszik fel Budapesten a védőoltást. Én abszolút oltáspárti vagyok, én azt gondolom a gyerekeimet is mindenféle oltóanyaggal, amivel lehetett kanyaró gyerekbénulás, az összes kötelező oltás megkapták, és azt gondolom, hogy ebbe a világjárványba is csak ez az egyetlen egy kiút, tehát itt gyors tesztelés van, de mindenki tudja, hogy az egyetlen egy kiút a békő alól az oltás. A Münchenben élő világhírű zenész Leslie Mandoki a Hír TV-n keresztül is oltakozásra buzdította a magyarokat. Azt tervezi egyébként, hogy a közeljövőben magyar gyerekkórussal együtt lemezre énekeli azt a dalát, amellyel New Yorkban és másutt a világon is köszönetet mondott már az egészségügyi dolgozóknak, és mindazoknak, akik a legnehezebb napokban is helytálltak, és egészségüket, életüket kockáztatva segítettek másokon. Azért vakcinázatok, oltassátok be magatokat, mert tulajdonképpen annak ellen, hogy mindenkit megírtak, aki ezzel kérdőjel van benne, de van már más lehetőségekből ki kell jönni, és mi meg szeretnénk gyújtani a fényt a sötét alagút végén, és ez az erésznek a feladata. Hé, tovább, oltasd be magad, hogy még velünk maradj. Jó barát, most vakcinázd, mert örös a világ, ha már nincs velünk egy óra.